Minden szentek a katolikus egyházban az összes üdvözült lélek emléknapja. Általános szokás, hogy ilyenkor rendbe teszik és virággal díszítik a sírokat, amelyeken gyertyát gyújtanak a halottak üdvéért. A gyertya fénye az örök világosságot jelképezi. Miért is fontos ez az örök világosság? Böjte Csaba ferences rendi szerzetest köszöntöm a vonalban. Igazából az emberiség öntudatra ébredésének egyik jelének tekintik azt, hogy temették az ősi emberek is saját halottaikat, megadták a végtisztességet, sőt úgy tűnik, hogy a sírhelyeket is gondozták. Miért? Mert hiszünk az örök életben. Hát meg vagyunk győződve arról, hogy Isten mindent szeret, ami van, mert ha nem szerette volna, meg se teremtette volna. Ez amúgy szó szerint így benne van az Ószövetségben, tehát hiszünk az örök életben, a túlvilágban, és az, hogy a sírva megpihenő testvéreinknek örök élete van, és ugye hiszek egyben valljuk is, hogy hiszünk a testek föltámadásában. Mindenki a saját testében fogja meglátni az Istent, az irgalmas Istent. Tehát igazából ez ad értelmet a temetőbe való kimenéshez, a szeretteink sírjánál való időzéshez, imádkozáshoz. Az egyház nagyon fontosnak tartsa ezt, és biztat is, közdít is, és november 1-től 8 napon keresztül, hát az, hogy egy különleges kegyelmi időszak, amikor bárki, aki temetőben halottaért imádkozik, vagy kápolnába, templomba, azt fel is ajánlhatja az ő szeretteiért, és különös kegyelmeket nyerhet ilyenkor az ember. Én minden rádió hallgatót biztatok, és sajnos mindannyiunknak van halottunk, szüleink, nagyszüleink, rokonaink, barátaink, vannak, akik hát ugye a túlvilágon vannak, és fontos, hogy megemlékezzünk róluk. Említette, hogy saját testében látja meg az Istent az ember talán ilyenkor, amikor közelebb kerül ehhez az elmúláshoz, de ugyanakkor az örökké valósághoz is, az örök életben való hithez is. Miért fontos megtalálni Istent a saját lelkünkben, és hogy benne a lelkünk is nyugalmat találhat? Hát az ember nyugtalan egyedül, szükségünk van nem csak az Istenre, hanem társainkra is. És egymás iránti szeretetünket is egy-egy csokor virággal, kis süteménnyel, valami kedvességgel fejezzük ki. És ha halottaink örökké élnek, akkor úgy érzem, hogy fontos, hogy mi is kimutassuk szeretetünket irántuk, azzal, hogy gyertyát gyújtunk, imát elmondunk. A gyerekekkel most otthon voltam Csíkszeredában, van egy nagyon szép Mártonáron szobor, főtéren. Elmentünk, vettünk egy nagyon szép krizántin, egy egész cseréppel, és a gyerekekkel oda mentünk, és a szobor talapzatához leraktuk ajándék. Én azt gondolom, hogy szentjeink, szeretteink, ugyanúgy csináltuk édesanyának a sírjához is, elmentünk a gyerekekkel, imádkoztunk, gyertyát gyújtottunk. Kis Szent Teréz mondotta, hogy számára a mennyország pokol lenne, ha ott kevesebb jót tudna tenni, mint ezen a föld. Tehát bízzunk abba, hogy az ember társas lény. Ugyanúgy mondjuk a hiszek egyben, hiszek a szentek közösségében. És ez a szentek közösség, ez az élők és holtak egységét is jelenti. Nem csak a földi közösségünket, és hát a gyerekeinket tudatosan rá kell neveljünk arra, hogy az élőknek is vigyen virágot, a tanítónéninek, tanévkezdéskor, vagy tanév végén, egy csokor virággal. Köszönöm meg kicsi szívem azt, hogy a tanítónéni türelmes volt hozzánk. De úgy gondolom a férfi is, vigyen egy csokor virágot, egy kicsi szívem, köszönöm szépen, ilyen finom ebédeket főzöl, és meg az ingemet is kivasalt. Tehát fontos ez a ajándékozó odafigyelés. És sajnos a mai ember nagyon eltávolodott mindenkitől, mindentől, bezárkozott,
és logikus egyik dolog, amit elengedünk, a halottak, halottaink. És sajnos sokan elengedik a jövőt is, ugye nem vállalnak gyereket, minden elidegenedik az ember önmagától, a társadalomtól, mindentől. Tehát ilyenkor halottak napján tegyük le a saját dolgunkat, és figyeljünk halottainkra. A kollégáknak is mondom, hogy ilyenkor mindenki vegye számba az, hogy milyen rokonai vannak, a gyerekek is, hogy árvaházban nőnek fel, de ennek ellenére nem a gólya hozta őket. Mit tudunk apuról, nagymamáról, nagytatáról? Nyomozzuk ki, hogy hívták, hol élt, minden. És én ezt feladatnak tekintem a gyerek otthonba, de mennyivel inkább egy vérszerinti családba. Vegyük elő a régi fényképeket, és mutassuk meg az unokának, nézd, ő a dédnagytatár. Milyen ember volt, mit tudunk róla? Én úgy gondolom, hogy bele kell ágyazzuk tudatosan magunkat, társadalomba, vérszerinti családunkba, hogy érezzük, hogy nem magányos farkasok vagyunk, hanem egy közösségnek a tagjai, ennek a közösségnek néhány tagja, ami itt a Földön van, de vannak olyanok is, akik a már mennyekben vannak, akiktől biztos, hogy segítséget, támaszt, vigaszt kérhetünk és kaphatunk is. Mert ez is mennyire fontos, hogy merjünk bízni abban, merjünk hinni abban, hogy igenis kaphatunk segítséget is, hogyha a kéréseinket egy ima keretén belül megfogalmazzuk, vagy hálát adunk, akkor ezek a dolgok, ezek meghallgatásra találnak. Ez is szerintem rendkívül fontos. Ebben a világban, ahol egyfajta szigetekként élnek az emberek egyre inkább, és nagyon fontos, hogy ezt az egységet nem csak ember és ember között alakítsuk ki, hanem merjünk kapcsolódni a szentjeinkhez, merjünk kapcsolódni a már elhunyt rokonainkhoz, és merjünk kapcsolódni az Istenhez, és bízzunk a segítségnyújtásában. Hát úgy van, hogy ezek a gyerekek, akik nálunk vannak, valaki, de olyan is van, maga a gyerek jött, Isten nevébe kérje, hogy az egyház fogadja be őket, és befogadtuk. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon fontos megtanítsuk kérni is a gyerekeket, hogy gondjaikat, ne elfogadják azt, hogy hát mi ilyen szerencsétlenek vagyunk, vagy ilyen gondokkal küzdünk. Merjünk elmenni, a betegek vagyunk az orvoshoz. Ha valamit nem tudunk, akkor keressünk tényleg egy tanár, tanfolyamot valahogy, hogy fejlesszük, alakítsuk magunkat. De ugyanúgy a bankokhoz is el szoktuk menni, ugye kérünk hitelt, ha meg vagyunk akadva. Tehát én azt hiszem, hogy igen, az ember tudatosítania kell az, hogy egy nagy szövetnek a része. Tehát nem egy hulló falevél, amit a szél ide-oda sodor, hanem hogy igen, egy családnak, egy élő és egy elhunyt része is van ennek a családnak, mint ahogy a jéghegynek a része kint van a vízből, de egy nagy-nagy része, ami fenntartsa azt a jéghegyet, hát az a víz alatt van. És azt gondolom, hogy elhunyt szeretteink, halottaink, hát ez a víz alatti része a jéghegynek. Fontos talán beszélgetnünk arról is, ami a világban zajlik, mégpedig ugye a háború és a háború okozta különböző konfliktusok, feszültségek, és azok a nehézségek, amikkel szembenéznek a családok. Egy ilyen elmélyülés, gondolkodás, mérázgatás, akár imádkozás segíthet abban, hogy megnyugodjon ebben a forrongó világban a lelkünk? Ugye háborgás, háború. Én azt gondolom, most nagyon sok olyan fiatal felnőtt is, akár katona vagy civil, veszti életét, hát aki mondjam úgy háborog. És én azt hiszem, ezekért a halottakért mindenképpen imádkozni kell, de persze az életkért is. Én úgy gondolom, hogy apró csepp a tengerbe, mi atyánk, egy üdvözlégy Mária. De lehet, hogy pont az a kis csepp az, ami jobbá teszi a világot. Úgyhogy mindenkit biztatok arra, hogy hát még egy szál gyertyát gyújtson azokért is, akik tényleg a háború áldozatai. Mert sajnos, hát ugye nap mint nap hallja az ember, hogy több száz, talán több ezer is katona esik el Ukrajnába. De sajnos
közel 40 helyen folyik háború jelenleg is. Ez az Ukrajnát úgy fel van nagyítva, és szörnyű dolog, de nem szabad elfelejtjük, hogy Szíriától elkezdve Jemeni, nagyon sok más helyet. Az emberek fegyvert ragadnak. Karabakh hegyeken, ugye Törményországban, máshol is. És sajnos fiatal, ártatlan életek, ugye egy katonát kivezényelnek, de nem tett arról, hogy oda parancsolták, fegyvert adtak a kezébe. Imádkozzunk ezekért, az áldozatokért, halottakért is. Kérjük számukra Isten irgalmát, békéjét, nyugalmát, hogy megnyugodjanak, és hogy tényleg hát az örök élet útján tovább tudjanak menni. Az a szép, ugye, hogy az ember, ugye anyánk találkozik, két kis sejt, megszületünk, tipegünk, topogunk, aztán tanulunk, iskolába járunk, a házat építünk, családot alapítunk, de az Istennek sokkal több a terve velünk. Ő meghívott a mennyei lakomára mindannyiunkat. Szeretné egy asztalhoz ülni velünk. Tehát az ember élete igazából út a semmiből a végtelen felé. És a végtelenbe hisszük és valljuk, hogy maga a teremtő kitárt karral vár mindannyiunkat. És ez az utazás, hát ez egy gyönyörű, csodálatos, nagy kaland a földi életben. És adja az Isten, hogy tényleg maga szépségében és a maga berejtékes munkájával merjük vállalni az életet, merjük megélni azt. És merjük vállalni a feladatainkat, mert hogy mindenkinek van valami feladata itt a Földön. Önnek is, Csaba testvér, hiszen azokkal az előadásokkal, azokkal a gondolatokkal, akár a könyvekkel, akár a gyermekeket segítő tevékenységekkel és az ő életüket terelgető pásztor munkával nagyon sok olyan területen próbál tevékenykedni, és próbálja elvinni ezeket a gondolatokat, amiket most is megosztott itt velünk a Spájz műsorában, amik azt hiszem, hogy nagyon fontosak, és nagyon sok olyan érzést hozhatnak magukkal, és nagyon sok olyan útravalót kaphatunk általa, ami könnyebbé teszi megérteni és látni azokat a dolgokat, amik körülöttünk vannak. Egy nagyon friss aktualitásról is tudunk beszélgetni, hiszen ugye november 1-e van ma a Spájz műsorában, ugye a Minden Szentek napja kapcsán beszélgetünk, viszont túl vagyunk egy könyvbemutatón. Az Élet jó oldala címmel Csák János és az ön közös barátság köszönhető könyv került a napvilágra, a hétköznapi emberek számára. Mi volt a céljuk ezzel a közös munkával? Tehát én nem hiszek egy olyan Istenbe, aki, hogy mondjam, egy utópiát kergettet velünk, aki nem olyan feladat elé állítsa az ő gyermekeit, aminek nincs jó megoldása. És igazából Csák Jánossal erről is beszéltünk a miniszter úrra, hogy igen, bíznunk kell a holnapban. És hogyha a probléma nehéz, ugye a gyerekeknek azt mondjuk, hogy ne nyafogja a házi feladat mellett, mert tanítónéni olyan feladatot nem ad neked, amit meg ne lehetne oldani. Szépen gondolkozz, töprenk, keres, kér segítséget, és old meg. És azt gondolom, ugyanezt kell mi is felnőttek tegyük, hisz biztos, hogy mindannyian látjuk, hogy bizony nehéz ez a feladat, amit most meg kell oldani. Téli fűtés, gazdasági krízis, háború, háborúskodás. Sok feladat van idézőjelben. De nem az a megoldás, hogyha elkezdünk hisztizni, meg földhöz verjük magunkat, meg mit tudom, elkezdjük egymást ócsárolni, hanem az a megoldás, hogy elcsendesedünk, gondolkozzunk, összefogunk, töprengünk, válaszokat keresünk, és jó végre visszük a problémáinkat. És igazából úgy gondolom, hogy ebben a könyvben nagyon sok pozitív kérdés, szóval pozitív gondolatot próbáltunk megfogalmazni, és azt gondolom, a kedves olvasóknak izgalmas lehet, hogy mit mond egy politikus, és mit mond egy szerzetes. Tehát ugyanarról a témáról, más megvilágításban. Úgyhogy nekem is óriási élmény volt, mondjam úgy, ezt a könyvet összehozni, mert úgy leültünk egy-egy fotelbe, beszélgettünk, és rögzítették, és akkor aztán utólag hát ezt a beszélgetést hát formálták könyv alakba. Úgyhogy én csak ajánlani tudom a kedves olvasóknak, hogy keressenek.
keressék a pozitív gondolatokat, és találják meg akár a könyv által is az élet jó oldalát, de azt hiszem, hogy Böjte Csaba most a szavaival is segített minket, hiszen Böjte Csaba ferences rendi szerzetessel beszélgettünk arról, hogy miért is fontos az, hogy ilyenkor meglátogassuk halottainkat, beszélgessünk azokról az emberekről, akik nincsenek itt velünk a fizikai létben, emlékezzünk azokra az őseinkre, akiknek az életünket köszönhetjük, és találjuk meg önmagunkban az Istent, és találjuk meg azt a békét, ami fontos akár ebben a forrongó világban is, hogy egy kicsit a tengelyünkben tartson minket, és ne engedje azt, hogy erre-arra kibillenjünk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk a Spájzban, és megosztotta velünk ezeket a gondolatokat. Minden jót kívánok önnek, Csaba testvér! Én is szeretettel köszöntöm önöket is, és imádkozzunk egymás halottaiért is. Szép jó napot kívánok!